Tolna vármegyében ismét több súlyos, illetve könnyű sérüléssel járó baleset történt a napokban. A 61-es úton Dombóvár külterületén egy férfi dinnyét szeretett volna vásárolni, amit az út másik oldalán árultak. Ezért balra bekanyarodott az árus mellé. Eközben viszont nem vette észre, hogy mögötte egy motoros érkezik, így összeütköztek. A manőver során figyelmetlen volt, nem észlelte, hogy mögüle érkezik egy motorkerékpár, így a motorosnak ütközött. A motoros elesett, a motorkerékpár a baloldali füves árokban egy fának csapódva állt meg. A motoros a balesetben súlyosan megsérült. A másik baleset Bonyhád belterületén történt a Rákóczi és a Forberger utcák kereszteződésében kialakított új jelzőlámpás területen. Egy 85 éves férfi autóval közlekedett a Rákóczi utcából a Forberger utca irányába. A kereszteződéshez érve a lámpa zöld jelzésére behajtott a kereszteződésébe és megkezdte a kanyarodást. Ennek során nem biztosított elsőbséget a szintén zöld jelzésen szemből érkező és egyenesen tovább haladni szándékozó másik autónak. A kanyarodó autó vezetője és a jobb első utasa is könnyebben megsérült. A rendőrség kéri az autóvezetőket, hogy megfontoltan vezessenek és tartsák be a szabályokat a közutakon. De a napokban elkezdődött őzek párzási időszaka miatt is nagyon fontos, hogy az érintett szakaszokon megfelelően válasszuk meg a sebességet, és még jobban figyeljünk, ugyanis a párjukat kereső vadak most még gyakrabban tévednek ki az útra.